Sziasztok, én Csirka vagyok, és most jöttem ki egy nagyjából 50 perces Sekiro gameplayből. A játékidő szerintem több, mint felé, de az is lehet, hogy akár 30-35 percet is a mögöttem látható hölgy társaságában töltöttem el. Ő a játék egyik bossza, akit végül is nem sikerült legyőznöm, mert borzasztóan nehéz a boss fight. Maga a játékmenet teljesen más, mint amit az eddigi Soulsborne játékokban megszokhattunk. Ezúttal nincs stamina, ugrálhatunk jobbra-balra, a falakról vetődhetünk, a karakterünk grappling hookját használva magaslati pontokra is felkapaszkodhatunk, innen leugorva egyből nyakon szórhatjuk akár a kisebb ellenfeleket. A harc pedig úgy alakul, hogy minden blokkolásnál, hogyha folyamatosan tartjuk a kardunkat és így blokkolunk egy ütést, vagy a bekapott ütéseknél is, növekszik a képernyő alján egy csík. Amikor ez a csík betelik, akkor karakterünk összeesik, és egy durva ütést be tudnak vinni nekünk, ha pedig az ellenfelünkkel történik meg ugyanez, akkor azonnal kivégezhetjük, illetve az életerő csíkját lenullázhatjuk. Azért említek külön életerő csíkot, mert a minibosszoknak kettő, a mögöttem látható Monk kisasszonynak pedig három életerő csíkja volt, ezt kellett volna mind levernem, és nem sikerült. A boss harc közben néha átvált egy ilyen árny módra a Monk, amikor is nem tudom megütni, ő viszont természetesen meg tud engem sebezni, akkor csak blokkolni, kitérni lehet. Sikerült a harmadik életerő csíkját is levennem az előbb említett finisherrel, kivégzéssel, és akkor elkezdett vibrálni a boss, azt hittem, hogy minden jó, hogy nyertem, leraktam a kontrollert, majd hirtelen újra átváltott ebbe az előbb említett shadow módba, és ketté vágott. El tudjátok képzelni, hogy mennyire boldog voltam, de pont ettől jók a From Software játékai, hogy fölidegesítenek, de mellette imádod, mert ott van egy hajszálnyira, a siker, meg fogod próbálni újra, hogyha nem veszik ki a kezemből a kontrollert, akkor én nem elégszak meg ezzel az 50 perccel, hanem szerintem hajnalig nyomom, illetve nyomni is fogom, hogyha végre megjelenik majd a játék. Akik kedvelik a zsánert, azok imádni fogják, mindenképpen próbáljátok majd ki, amikor lehetőségetek nyílik rá, de fontos, hogy ne úgy álljatok hozzá, mint mondjuk egy Dark Souls epizódhoz, vagy akár a Bloodborne-hoz, mert itt teljesen más képességeinket kell majd maximálisra fejlesztenünk. Többi videónkért figyeljétek a GameStar YouTube csatornáját, a Gamescom legfrissebb híreért pedig a GSO-t. Sziasztok!